Lélegzet elállító útvonalon siklott végig két freestyle síző az olasz Alpok legmagasabb hegygerincén. A német és az olasz sportoló akrobatikus mozdulatokkal teljesítette a jócskán megnehezített pályát. Már Benedikt Mayer indulása sem volt hétköznapi. A német freestyle síelő egy hegyi szálló tetejéről ugrott le. Onnan siklott végig Olaszország legmagasabb, közel 3000 méter magas hegygerincén. Mayer ugrásokkal teletűzdelt útját drónról és testkamerával is felvették. A Lombardia és Dél-Tirol között fekvő festői útvonalat a német nem egyedül tette meg. Hamarosan csatlakozott hozzá Markus Eder. Az olasz síelővel együtt párban mutattak be akrobatikus mozdulatokat. Sokszor egy keskeny ösvényen kellett navigálniuk, a pályát gépek segítségével nehezítették. A síelők többször is átugrottak az országút fölött, ilyenkor nem maradtak el a szaltók. A mutatványra több hónapon át készültek, nagy volt az öröm, amikor teljesítették a pályát. A freestyle síelés sokak számára arról szól, hogy megpróbálják a lehetetlent. Speciális síléc nélkül azonban nem érdemes nekivágni a pályának.